a hazánkat érintő biztonsági kihívásokról, a honvédelem fontosságáról, illetve a honvédelmi és haderőfejlesztési programról beszélt Benkő Tibor a szolnoki Abba-Novák Agora Kulturális Központban. A fórumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatón a honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a NATO-nak épp úgy szüksége van Magyarországra, mint hazánknak a szövetségre. Magyarország elismert tagja a NATO-nak, ami az ország és a magyar emberek békéjét és biztonságát garantáló magyar katonáknak köszönhető. Előadásában Benkő Tibor úgy fogalmazott, világszerte egyre több instabil állam jelent biztonsági kockázatot, ezen országok problémáit pedig ott kell tudni kezelni, ahol azok keletkeztek. Európa tekintetében a NATO két fenyegetettségi irányt is megnevez, az Oroszország jelentette keletit és a Nyugat-Balkánt lefedő délit. Igen ám, de ha belegondolunk, hogy van egy déli fenyegetettség, meg van egy keleti fenyegetettség, akkor ennek van egy metszéspontja, hölgyeim és uraim, nem nehéz kitalálni, hiszen Magyarország földrajz geostratégiai elhelyezkedéséből adódóan nem tud kimaradni ebből. Tehát Magyarországot kettős fenyegetettség is érinti. Az orosz-ukrán háború kapcsán kijelentette, hogy kettős megközelítést kell alkalmazni. A NATO elrettentő erejével, de a párbeszéd hangján kell reagálni a biztonsági kockázatra. A mi szakmánk a béke megőrzése. A béke fenntartása, a béke megőrzése. Nagyon egyértelműen fogalmazunk, hogy a mi szándékunk az, hogy ne keveredjünk bele ebbe a háborús konfliktusba. Nem szabad belekeveredni. Erre biztatjuk a NATO többi tagállamát is. Benkő Tibor felidézte, hogy 1989 és 2007 között 155 ezer főről mindössze 23 ezer főre csökkent a honvédség létszáma. Egészen 2010-ig mindössze 17 fő tartalékos állt rendelkezésre. Ma már 11,5 ezer fő alkotja a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerét, és napjainkban 2010-hez képest 13 ezer fővel több katona szolgál. 2017-ben tudtuk elindítani honvédelmi haderőfejlesztési programot, azért, mert a kormány azt mondta, hogy ebben a rendkívüli nehéz helyzetben igenis meg kell valósítani, hogy Magyarországnak legyen egy ütőképes magyar honvédsége, a térség meghatározó erejét képviselő magyar honvédsége, 21. századnak megfelelő korszerű technikai eszközökkel felszerelt, kiválóan felkészített, kiképzett, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális katonákból álló magyar honvédsége. Előadásában, amelyen jelen volt Szalai Ferenc, Szolnok megyei jogú város polgármestere és Kállai Mária országgyűlési képviselő is, kitért a honvédelmi nevelés különböző ágazataira, így többek között a Honvéd Kadét programra is, valamint beszélt a katonák életpálya modelljéről is. Zárszóként elmondta, hogy 2016 óta folyamatosan emelkedik a honvédelemre és a haderőfejlesztésre fordítható költségvetési keret, ami idén 1003 milliárd, 2024-ben pedig 1460 milliárd forint lesz.